2014. március 20-án került sor a Jövőnk a gyermek óvodai kapacitás bővítés Szadakösségben elnevezésű projekt első ünnepélyes eseményére, az alapkőletételre. Ez alkalomból tavaszköszöntő műsort mutattak be a Székely Bertalan napközi otthonos óvoda Méhecske csoportos óvodásai. Zsákban Benedek, hozz majd meleget, nincs több fázás, boldog, aki él. Már közhírré szép dobolt a titk, minden kislány félhez adatik. Szőkét legelik, aztán feketék, végül barnák és a maradék. Osvárd Erzsébet ébresztő, kip-hop, kikopog, egy kis szinke ébreszt, pici csőrét kopogtatja az ablak üvegéhez. Jó reggelt, jó reggelt, hóvilágot láttam, vadonatúj fehér ünneplő ruhában. Sebesen szárnyaltam, ha jó Vékony mászol lepedő, tarka kutya ne tüdő. Ez a tánc, ez a tánc, ez a szarkatánc. Ez a tánc, ez a tánc, ez a szarkatánc. Az óvodások műsora után Vécsei László, Szada polgármestere beszélt az újonnan épülő óvodáról. Kitért arra, hogy Szadán 1952-ben épült az első óvoda, éppen 60 évvel a mostani projekt kezdete előtt, ugyanis akkoriban is azzal a kellemes problémával szembesültek a település vezetői, hogy sok a gyermek. Tehát mondhatjuk a mai napon, hogy a szadai óvoda a története alapján 60 éves, szadai óvoda történet 60 éves, és úgy vélem, hogy ennél szebb évfordulót, ennél szebb ünnepet a 60. évfordulóra elképzelni sem lehet, mint azt, hogy az új óvoda épület résznek a kezdő momentumát, az alapkő letételt tudjuk ma megtartani. A beruházásról magáról annyit, hogy tervek szerint egy olyan 210-211 néhány forintra terveztük. Persze nyilván ez függött attól, hogy mennyit sikerül pályázatként elnyerni. Hát a pályázaton maximális összeget nyertünk, közel 200 millió forintot, egész pontosan 199 millió 968.182 forintot a Széchenyi terv keretében. Az ehhez tartozó önrészt a község a költségvetésében elkülönítette. Hát persze az említett bonyodalmak miatt ezt ugye két éve görgetjük már magunk előtt. Aztán időközben kiderült, hogy a beruházás azért egy kicsit drágább lesz, egy kicsit többet is szeretnénk beletenni, mint amennyit eredetileg terveztünk. Úgyhogy nagy valószínűséggel jelen állás szerint ez körülbelül 250 milliós, tehát negyedmilliárdos beruházás lesz, mire a végére érünk. Ebben persze nincs benne az, amit egyébként a környezet kialakítására, a telek kialakítására fordítunk, hiszen azt talán már köztudott, hogy a sarki házat a telke miatt, a bővítés lehetősége miatt önkormányzatunk megvásárolta. Aztán a szomszédokkal, szomszéd ingatlan tulajdonosokkal való jó kapcsolat révén a kertekből is egy kicsit azért tudtunk hozzávásárolni, abból kiindulva, hogy maga az óvodaépület az egy dolog, de hát az óvodásoknak, a gyerekeknek minél többet kell a szabadban tartózkodni, tehát szép udvart, szép kis udvarokat is kell kialakítani. A szülők, az óvodás szülők kedvéért tágas nagy parkolót tervezünk, tehát ez is indokolta a telekvásárlásokat. Sőt,
magának a helyszínek a kiválasztásán is az volt az egyik nagyon fontos szempont, hogy olyan helyre kerüljön ez az új óvoda, amelynek a környezete is befogadó az óvodáskorú gyerekekkel. Éppen ezért optimális, vagy akár erősebben is mondhatom, ideális helyszín ez, hiszen a mélyárok, állandó vízfolyás, patak található a kert végében, és ennek a környezete, a környezetének a rendbetétele, esetleg ott további ingatlan vásárlás is szerepel a terveink között, azért, hogy még tágasabb, még szebb környezet alakulhasson ki az óvoda számára, és persze azért is, hogy a patak partot, a patak mentét átjárhatóvá tegyük. Részben az óvodásainknak, akik majd, ha birtokba veszik ezt az épületet, akkor az egyik kedvenc nyári-tavaszi helyükre, a székelykertbe háborítatlanul átvonulhassanak, mégpedig gyönyörű környezetben a patakparton. És hát nem utolsó szempont az, hogy a község számára is valamilyen módon ezt az alakulóban lévő település központot, ezt beszegjük. Ez lesz a szegélye. Nagyon szép tervek készültek már rá. Világítással, kandeláberekkel, padokkal, rendezett mederrel. Tehát bízom benne, hogyha a beruházáshoz kapcsolódó egyéb szépészeti beruházásokkal is végzünk, akkor egy nagyon-nagyon szép környezetbe kerülhetnek azok a gyerekek, akikről egyébként azt gondoljuk, hogy a jövőnket jelentik. A polgármester úr szavai után Jánosi János főépítész beszélt a készülőben lévő épületről. A műszaki adatok ismertetése előtt a tervezéshez fűződő személyes élményeiről mesélt. A 8 éves, most már iskolás fiam úgy odajött mellém és kérdezte, hogy mi ez. És akkor mondtam, hogy hát egy ilyen az, nézd meg. Ez óvoda? Mondtam, hogy jó, siker, akkor ez eddig stimmel. Igen, ez óvoda. És azt mondta, hogy ugye ő is volt óvodás, és kérdezte, hogy hány csoport lesz benne. És akkor egy másik homlokzaton alaprajz nem volt, meg egy gyerek az alaprajzot azért nem is nagyon érti. Van egy belső homlokzata ennek a háznak, amit színezgettem, és mondtam, hogy hát, hogy így fog kinézni belülről. Akkor ez három csoportos. Egy, kettő, három. Rámutatott a három bucira, ami kiállt ebből a dologból. Úgyhogy ez a másik olyan pont volt, ahol azt gondoltam, persze azért biztos benne van, hogy azért igazgatott gyerek és azért építész apja van, de azért megnyugtatott a dolog, hogy talán sikerül, és remélem, hogy elhiszik most nekem. Én biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog. Minden energiámmal és erőmmel, és a kezdeti kapavágások azt igazolják, hogy én úgy gondolom, hogy igen, ez meg fog épülni. Igen, ez a dolog, amit erről a dologról én magam először, aztán nagyon sokan még úgy gondolom, hogy képzeltünk és képzelünk. Ez itt valójában meg fog születni, ahogy Molnár V. József írta, és remélem, hogy azok a karikák, körök, ez a gubanc, ez segítsére lesz a gyermeknek, hogy megtalálja a kinti világban is azt a világot, amiben bent a Jóisten megígért neki. Hát ez volt az ilyen nekem személyes és elnézést kérve ilyen szubjektív tervbemutatom. Pár szóval azért mondanék arról, hogy most már konkrétan is három csoportszoba van benne, 60 négyzetméteres kör alakú csoportszobákkal és belső kupolával. Van hozzá egy nagyméretű torna szoba, amely az aulával, egy közepes méretű aulával, egy nagy tolható fallal összenyitható lesz, ahol ünnepségeket, az előbb látott csöpségek ünnepségeit úgy gondolom, hogy elég nagy térben meg lehet tartani, és ezen kívül van egy olyan melegítő konyharész, ezen a szárnyon, amit éppen mögöttem van, amelyek a szálkák, szárak és sugarakat jelképezi, amely bezárja ezt a posta köznek ezt a közét, és ide kerülnek azok a kiszolgáló részek, amelyek a melegítőkonyhát, az óvónői szobákat és egy orvosi szobát takarnak. Ezen a területen az épületnek nem elhanyagotó szempont szerint, mivel ez egy lejtős terület, a tornaszoba előtti részről van szó, közvetlenül mögöttem, annak zöld fűteteje lesz, mert föntről a domtetőről úgy reményeim szerint, hogy jönnek lefele az óvodások és egyéb emberek, és erre a tetőre rálátni, és ennek egy zöld teteje lesz. A pályázatban kitétel volt amúgy is egyfajta energiatudatos és ehhez igazodó épület tervezése.
Ezen kívül nap elemek kerülnek fel még az épületre, amelyek a déli oldalon az utcáról takarva, de a napnak megfelelően felkerülnek, és ez a melegvízellátásban és a fűtésben is reményeink szerint segíteni fog. És én úgy gondolom, hogy az anyaghasználat, amelyben törekedtünk azokra a természetes anyagoknak a használatára, amelyek hozzánk is, és én úgy gondolom, hogy a gyerekekhez is igazán közel vannak, talán a nevelésnek ez a fajta indirektív módja is működni fog. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és remélem, hogy egy szép új óvodával gazdagodik Szada. Köszönöm szépen. Az ünnepélyes alapkőletétel zárásaként elhelyeztek egy időkapszulát az utókor számára. A kapszula tartalmazza többek közt a képviselőtestület határozatát a pályázat beadásáról, egy 2014-es szadai naptárat, a 21-11 Szada újság legfrissebb számát, az épülő óvoda színes látványtervét és azt a csoportképet is, ami az eseményen készült. Az acélhengert két óvodás segítségével Vécsei László polgármester és Jánosi János főépítész helyezték el a földbe.